hát most egy kicsit merészebb vizekre elvezünk, ahol aki esetleg kalózkodni akarna, és ilyen munkát szeretne vállalni, ahhoz most adunk egy kis gyors talpalót a Bridgewater-i gyors talpaló kezdő kalózoknak. Előadó Fazekas Gina. Szép! Én vagyok a kalózok vezére, és nem képesek időben elindítani a cuccaimat. Senki nem ért ezekhez a modern ketyerékhez itt Runaterrában. Szóval... ti... mocskos kis szárazföldi patkányok. Bridgewaterről szeretnétek hallani, igaz? Szeretnétek tudni, hogy megéri-e idejönnötök, hogyha valami... törvényszegést követtetek el, például csaltatok, loptatok, hazudtatok, valakinek elcsavartátok a fejét, akinek nem kellett volna. Ilyen is történt már. Hát, meg kell mondanom nektek, Bridgewater minden alávaló gazfickó tökéletes gyűjtő tégeje. Fogtok itt találkozni rablókkal, kalózokkal, zsebmetszőkkel, talán még... olyanokkal is, akik csak azért vágják át a másik torkát, mert jól esik nekik. Mint például velem. Szóval, Bridgewater. Mint ahogy azt láthatjátok, Bridgewater nem éppen a legmodernebb és legszebb város Runaterrában. Tudjátok, abból építkezünk, amink van. Például hajódarabokból, vagy éppen azokból, amiket ide fúj a szél per a tengeride sodor. Viszont városunkat sikerült úgy megépítenünk, hogy bevehetetlen lett. Láthatnátok azokat a gyönyörű csatákat, amiket vívunk, amikor valaki be akarja venni. Röpködnek a fejek, minden csupa vér. Nem mondom, hogy nem élvezem. Szerintem minden kalóz élvezi. Inkább ne házakat képzeljetek el Bridgewaterben, hanem kaibákat. És félig szétszedett hajókat, amikben az emberek próbálták befészkálni magukat. És nagyon-nagyon hidegek és szűkösek, de van egy-két hely, amik át tudják melegíteni az embert hideg éjszakákon. Például régebben a selyem... mindjárt mondom, kitalálom a nevét. A selyemkésű kalózok bárkája is ilyen volt. Konkrétan egy piros lámpás házat képzeljetek el, de sajnos már nem működik, ugyanis a vezetőjét belefojtottam a saját rumos hordójába. Így akarjon velem akárki is újat húzni. Viszont azt tudnotok kell, hogyha idejöttök, sosem lesz biztonságban az életetek. A várost körülveszik a borzasztó szörnyetegek, akik a mélyben laknak, krakenek, cápák,
mindenfajta féle bestia, amit csak el tudtok képzelni. Lerántják a hajókat. És senki nem marad élve. De szerencsénkre vannak hajósok, akik direkt azért hajóznak, hogy ezeket a szörnyetegeket leöljék. Több banda is van. A középen látható résznél láthatjátok őket, ott szoktak horgonyotni ezek a hajók. Több banda is van, hogyha Bilgewaterbe jöttök, akármelyikhez csatlakozhattok, viszont azt tudnotok kell, hogy ezeknél a bandáknál mindennapos a háború. Folyamatosan csatáznak egymásért, hogy kihajózhasson ki elsőnek, kiadhassa el a legtöbb szörnyet, a húsukat, írhájukat, csontjaikat, amelyekből fegyvereket, ruhákat és egyebeket készíteni. Szóval ezt is meg kell gondolnotok, hogyha esetleg ide jöttök, és dolgozni szeretnétek, ne nagyon lépjetek be ezekhez. Mint itt láthatjátok, ez a dökkikötő, ide hozzák be a szörnyek húsát és tetemeit egy-egy sikeres vadászat után. A különböző bandák házai hasonlóképpen néznek ki. Mindegyik más, mindegyiken más zászló van. Van, amelyiktől rettegnetek kell, mert éjszaka vadásznak, és simán átvágják bárki torkát. Van, akik egész békések, és csak néha gyilkolnak. De akkor is ezek a bandák veszélyesek, de vannak, amik veszélyesebbek náluk. Bilgewaterben nem csak a szörnyektől kell félnetek, mivel a vérük vörösre festi a vizet. Minden tele van cápákkal. Viszont igazániból vannak a szárazföldön is olyan lények, akitől iszonyatosan rettegnetek kell. Ők a kikötői cápatkányok. Ezek körülbelül kutyanagyságú dögök, akik a cápák és a patkányok undorító keverékei, és pekhetekre nagyon sokszor járnak falkában. Az egyedül lévő matrózokra és halászokra vadásznak éjszaka, mint mondtam, falkában, és egy pillanat alatt darabokra szedik őket. Egy cápatkány, belepofáznak az előadásomba, szóval egy cápatkány egy fiatal férfi lábát simán le tudja harapni. Mint mondtam előbb, tele vagyunk cápákkal, de vannak, akik meg tudnak még minket védeni tőlük. A dökkikötőben lévő bandákon kívül, ők a kígyóbűvölők, nagyon-nagyon régi tudással rendelkeznek, és amikor csak akarják, megszólaltathatják. Valami történt. Mondom, technika csodái. Szóval akármikor meg tudják szólaltatni ezeket a furcsa, üreges dolgokat, ezekből olyan hangokat bocsátanak ki, amelyekkel ide tudják hívni, vagy el tudják üldözni akármelyik tengeri szörnyet. Sokszor megmenekültünk már miattuk a támadásoktól, többek között egyszer még az én hajómat is megmentették a szirént. Ezért hálával tartozom nekik, és Bilgewaterben, ha valakitől szívességet kapsz, azt muszáj törlesztened. Viszont van egy szörny, akit a kígyóbűvölők, a bandák, és senki nem tud lecsillapítani. Csak te. Hogyha Bilgewaterbe jössz, vagy éppen kihajózol tőlünk, a kígyókútba kell dobnod pénzedet, valamennyit. Valamilyen felajánlást, hogy lenyugtasd ezt a szörnyet. Ő a kígyó anya, az óriási kraken, mely Bilgewater vízeiben tanyázik, és bárkit, aki tiszteletlenül viselkedik vele, lerántja a mélybe. Hajóstól, matrózostól. De mi iszonyatosan tiszteljük, mivel megvéd minket, és ezért még a pénzünkön is ő szerepel. Egy pillanat, és mutatom. Kérem vissza.
Szóval, mint láthatod, az egy aranykraken. Többfajta pénzt is verünk Bilgewaterben, van ezüstkígyónk, bronzsárkányunk, az aranykraken ér a legtöbbet. De amúgy mellesleg én, mivel egy nagy nevű fejvadász vagyok, még kisebbeket nem hordok magamnál, mert minek? Viszont most jött el a bemutatkozásom ideje. A nevem Miss Fortune, de szólítsatok csak nyugodtan kapitánynak. Nagyon sokszor fogjátok hallani a legendámat az ivókban, de jobb első kézből hallani, mivel így hitelesebb, nem? Az eredeti nevem Sarah. Híres fejvadász vagyok. Ha valamikor meghalljátok ikerpisztolyaim hangját, akármelyik kicsin sikátorban, tudhatjátok, hogy bármennyire itt nincs törvény, a minden birodalomban körözöttekért eljön a végzetük. És az én vagyok. Egy héten belül le fog kerülni a körözvényük a hirdető tábláról. És utána nagy pénz üti a markomat. Azt tudnotok kell rólam, hogy nem mindig éltem Bilgewaterben. Kiskoromban egy magányos szigeten éltem anyámmal. És hogyha ezt most nem mondanám el, nem értenétek meg, hogy miért lettem az, aki. Anyám elismert fegyverkovács volt. A két pisztoly, amit elől láthattok is, az ő művei. Egy magányos szigeten éltünk, nem messze. Bilgewatertől. Fogjátok meg nyugodtan, nézzétek csak meg. Anyám dolgozott, én segítettem neki. Békésen éldegéltünk. Mindaddig, amíg egy ifjú kalóz nem kért tőlünk szívességet. Egy megbízást adott anyámnak, hogy csináljon neki két olyan pisztolyt, amelynek nincs párja a világon. Anyám nagy nehezen elvállalta az ajánlatot. Bár nem akarta, és jobb lett volna, ha nem vállalja el. De lehet, hogy ugyanaz lett volna akkor is a történet vége. Ehhez innom kell, bocsánat. Szóval anyám elvállalta a feladatot, a véres kezű kalóz pedig egy év múlva visszatért megrendeléséért. Ekkor már sokkal nagyobb nevű, híres kalóz király volt. Gangplank. Anyám nem akarta odaadni neki a pisztolyokat, mivel egy év alatt iszonyatosan megváltozott, sokkal véres kezűbb lett, erőszakosabb, rémisztő. És természetesen nem akart fizetni. Így anyám, mivel úgy döntött, hogy nem adja oda a pisztolyokat, magához szorította azokat, de úgy tűnt, hogy Gangplank erősebb. Kiragadta a kezéből a pisztolyokat, és szíven lőtte vele anyámat. Aztán apám felé fordult, őt is lelőtte, aztán engem. Még mindig őrzöm a hegeket a szívem két oldalán, mivel elvétette a célzást, és csak a szívem két oldalába kaptam golyót. Mivel kemény fából faragtak, összetörte a pisztolyokat, mivel úgy gondolta, hogyha az övé nem lehet a két szép pisztoly másé se legyen, és felgyújtotta a házat. Csak egy dologgal nem számolt. Hogy elvétette a lövést. És hogy én nőből vagyok. Valahogy túléltem. Én sem tudom, hogy. De túléltem, és Bilgewaterbe mentem. Bosszú szomjasan. Úgy döntöttem, megölöm Gangplanket, és még mindig ez minden vágyam. Ahogy Bilgewaterbe értem, elkezdtem gyilkolni a körözötteket. Két hét sem telt el, és már egy körözvény sem volt a hirdető táblán. Egész jónak bizonyultam benne. Nem sok idő múlva szereztem magamnak egy hajót, a Sirént. Aztán történt az a kis fiaskó a sejemkésű kalózok vezetőjével.
de Gangplanket még mindig nem kaptam el. És minden nap vágyom arra, hogy végre a markomba kaparincsam. Azért bármennyire gyűlölöm, pár szót érdemes tudnotok róla. Mivel ő az önjelölt király Bilgewaterben. És tőle igazán érdemes tartanotok. A legrettentőbb férfiút képzeljétek el, akit a föld valaha a hátán hordott. Szadista. Pillanat. Kalóz kezébe miért adnak ilyet? Úgyse tudom az ilyen noxuszi cuccokat kezelni. Nem csak, nem hogy a hextek eszközöket. Szóval, mint láthatjátok, ő Gangplank, akitől egyszer mellesleg csortam egy kis csecsebecsét. Igaz, ez csak a kisebbített másra a kardjának, de elég szép. Szadista. Iszonyatosan gonosz. Vérszomjas és sötét örömét leli abban, hogy minden országban, birodalomban és városban körözik. Akárhányszor egy új körözvény kerül róla valahova, ő letépi, elhozza Bilgewaterbe és saját kezűleg tűzi ki a hirdetőtáblára. De hogy is lett ilyen híres, és miért félnek ennyire tőle? Mert kifosztotta a 12 tengert, méghozzá ezzel a hajóval. Ez a döglött bárka fekete vitorlája van, és akárhány matróz meglátja, mindegyik szívében megfagy a vér. Óriási ágyúi vannak. És bármit szétszednek. Tele van kincsel, akárhányszor csak visszatér Bilgewaterbe. De a kincses tárát meg ne közelítsd. Mivel három oldalról a tenger védi, cápákkal, recéshalakkal, szörnyekkel, negyedik oldalról pedig a recéskampúak kikötői banda, akik már esetleg Bilgewater legrégebbi bandája, és a legveszedelmesebb is. Nevüket arról a helyes kis eszközről kapták, amit használnak a dögök megölésére. Mellesleg egyéb nagyon kedvelt fegyverek még itt Bilgewaterben, azon a recéskampus pengén kívül, a polipostor és az ágyupuska. De valakinek, ennek az ezehagyottnak, ez túl snasz, mert persze az a nagy batár puskája az biztos jobb. Ez az idióta, Malcolm Graves, az egyik nagyon jó társam, aki elég sok mindenben szokott segíteni, bár igazániból ő is körözött. Nagyon sok pénz jár a fejéért, de kedvelem a társaságát, hanem ez egy kicsit hosszabb történet. Szóval Malcolm Graves Malcolm Graves Twisted Fate legjobb barátja, az ő legjobb barátja, aki szintén nagyon kedves számomra. Együtt rabolnak, fosztogatnak, nyerik el mindenki pénzét kártyán, és elég sokszor erőszakoskodnak mindenkivel, de ezen kívül jó srácok. Az egyetlen egy probléma velük az, hogyha akárki el akarja őket kapni, Twisted Fate szó szerint köddé válik. Graves pedig csak simán eltűnik, amíg füst van. Az, hogy azt a marha sok pénzt, amit lopnak, vagy csalnak, mire költik, senki nem tudja. Jó, én sejtem, hogy Graves elissza, de hogy Twisted Fate vajon mire költi, az egy roppant jó kérdés. Maximum azt tudom elképzelni, hogy a ruhájára, mivel mindig
mindig nagyon elegáns, és mindig tiszta ruha van rajta, ami itt Bilgewaterben fura. De... mindegy. Ez egy másik történet. Igazándiból még mondhatnék pár dolgot Bilgewaterről. De miért könnyítsem meg a dolgotokat? Úgyis kitaszított titeket a társadalom. Úgyis ide fogtok jönni. És hol marad a kaland? A dicsőség. A szenvedély, hogyha még egy-két dolgot elmondok. Semmit nem fogtok tudni magatoktól kitalálni. Úgyhogy ennyi lettem volna. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk a Full Lap Matrózban.